ismert és tisztelve szeretett professzorral fogunk találkozni. Egy kicsit eltérő szerepben. Az este bevezetőjeként Péterfi Árpád professzor úr kitüntetésének átadására, köszöntésére kerül sor. Péterfi professzor úr a Magyar Gyermeksebész Társaság emlékérmét és díját, a Sauerbruch emlékérmet fogja átvenni Eszkis Sándor főorvos úrtól, aki a Magyar Melkassebészeti Társaságnak az elnöke. Péterfi professzor úr marosvásárhelyi orvosi diplomával és a Bukarestben megszerzett melkassebészeti diplomával kezében Svédországban dolgozott a Stockholmi Karolinska Intézet melkassebészeti osztályán, majd később Linköpingben, amely osztállyal való kapcsolatát az azt követő években, évtizedekben is megőrizte, sőt igen gyümölcsözően használta föl a munkatársainak a képzésére. Péterfi professzor úr 1983-ban sikeresen pályázott az általános orvoskar 2. sebészeti osztályára, ahol igazgatóként 1996-ig dolgozott, ettől kezdődően pedig a Szívsebészeti Intézetet irányította. Fölvirágoztatta, nyugodtan mondhatjuk, a melkas, illetve szívsebészetet Debrecenben, és egy kitűnő szakember kártát hozott létre. 2008-tól nyugdíjasként dolgozik, most is aktív egyébként. Azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen kitüntetés, egy emlékérem, egy kitűnő szívsebész, egy hazánkban és nemzetközileg is elismert szaktekintély, a szó nemes értelmében igazi orvos birtokába kerül, aki egész életével, munkásságával, sok-sok ember életének a megmentésével rászolgált erre a kitüntetésre. De hogy mennyire így van ez, hallgassuk meg Eszkis Sándor főorvos úrtól is, aki a szakmát képviseli, és aki a díjat átadja. Tisztelt professzor asszonyok, professzor urak, tisztelt elnök asszony, tisztelt hallgatóság! Ezúttal is köszönöm, hogy a klub rendezvényének egy rövid időszakot biztosított, és lehetőségem van, a Magyar Melkassebész Társaság vezetésének nevében, annak szavazása alapján Péterfi professzor úrnak átadni a Magyar Melkassebészeti emlékérmet, amelyet a társaság alapított azok részére, akik a melkassebészet frontvonalából már kicsit kihúzódtak, de aktívan részt vesznek a munkában, és életútjukkal, munkájukkal kiérdemelték azt, hogy a melkassebészek őket megbecsüljék és elismerjék. Ezt az emlékérmet az elmúlt évi sebészi plenáris ülésen szerettük volna átadni, professzor úrnak akkor még ennél is fontosabb elfogadtság és kitüntetésre volt, nem tudott részt venni. Miért nyerte elő többek között ezt az emlékérmet? Mint professzor asszony jelezte, 13 évig vezette a 2. számú sebészeti klinikát, amelynek igazgatója volt, és így a melkassebészetet is koordinálta, vitte és erősítette. Meg kell önöknek mondani, hogy semmi kötelezményünk nincs most már egymás irányba, hogy professzor úr demokratikusan, konszenzusra törekedve vezette az intézetet. Nem volt önmutogató, és bármilyen nehezebb szituációban, ha konstruktív, észszerű ötlete volt a nálánál fiatalabb, és szakmában is lazább embereknek, akkor azt akceptálta, és mint professzorunk asszony jelezte, egy kitűnő, elég nagyszámú fiatal melkassebész gárda nőtt föl, és lassan öregedett meg, és öregedett ki mellette és mellőle. Néhány apróság, ami miatt ez a szavazás részben ráesett. Bevezetésre kerültek klinikánkon olyan műtétek és olyan módszerek, amelyek addig itt Magyarországon nem folytak. Eklatás példa, hogy a véna cava superiorban végzett mediastinoszkópia az egy rendkívül veszélyes műtét, kontraindikált volt. Intuíciájára, mozgatására elindítottuk ezt a műtétet, és azóta is sikerrel végezzük. Egy rendkívül nehéz beavatkozás a pneumonektómiák utáni főhörgő inszuficienciának a kezelése. Több lehetőség van,
Ezek közül az egyik kardinális dolog az úgynevezett transperikardiális, transzternális főörgő receptúra, ami röviden azt jelenti, hogy középső mediáns sternotómia, perikardium bemetszése elől, aorta, káva közöttérés kipreparálása, hátsó perikardium feltárása, és ott van a nyelőcsövünk is, az is egy fontos szervünk, és a görgőcsont felkeresése, reszutúrája, mindez kikerülendő így az NPM-s üreg és a beteg sansza van, hogy meggyógyul. Tulajdonképpen ezt a műtétés és az ő sarkalására végeztük először, és jellemző rá, hogy meglepetéssel, később néhány évvel ezzel utána kérdezte tőlem, aki már egy párt végeztem, hogy te Sanyikám, hogy is kell ezt végezni, mert én is szeretném otthon megcsinálni. Ezt azért mondtam el, mert egy józan bizalma volt a kollégái iránt, nem volt féltékeny, és tulajdonképpen előre tudtunk lépni egyénileg is. Bevezetése kerül például az osztályon és hazánkban is elsőként az úgynevezett transhiátális nyelőcső rezekció, ami aki a szakmában nincs itt annyira, annak azt tudom mondani, hogy ez egy nehéz műtét, de rendkívül praktikus és betegkímélő, hiszen a mellkas nem kerül kinyitásra, pedig a teljes nyelőcsövet ki kell csempészni. Ez az műtét azóta rutinná vált az ő nyomdokaiban. És hát nem utolsó sorban a szívmotornak a mellkassebészetben történő használatát bevezette, elindítottuk, és manapság is egy-egy esetnél, amit másképp nem tudnánk megoperálni. Nagy hasznát veszünk. Úgyhogy nem sorolnám én tovább ezeket az eseményeket, mindenesetre a mellkassebész társaság vezetősége tudja, hogy professzornak vannak már fényesebb és patinásabb kitüntetései, de ezt a kitüntetést a szakma adományozza neki elismerésként, és hát kíván neki sok boldogságot, hosszú életet, kitartást, és azt a magasságot, amit úgy bizonyos szituációban eddig is tapasztaltunk tovább tőle, Isten érzesse sokáig. Már egyszer kinyitottam. Ez szóval idősebb képe. És ez a terület, hogy valóban tőlünk kaptak. Hát meg vagyunk hatodva, kedves Sándor, és olyan dolgokat említettél, amit én nem is emlékszem erre, de ez így van. Most. És hát ugye én azért szeretnék néhány szót szólni, hogy hogy kerül a Debrecenbe a csizma az asztalra, hiszen engem mindenki szívsebésznek fogadott el, és én az is vagyok nagy részt, és legtöbbet azt csináltam. De először mellkassebész lettem, és igazi mellkassebész Stockholm lettem Björktől, mert őtől tanultam meg. Na most a mellkasban van, ugye a mellkassebészetben a szív és a tüdő. Nagyon érdekes az anatómiája, ugye, mert a két tüdő között van a szív. Működés szempontból élettanilag a jobb és a bal szív között van a tüdő. Most ezt szétválasztották Magyarországon, ez nem volna szabad. Szív és mellkassebészet az együtt kell csinálni, mert ugye beleszaladhatunk egymásba, és ha nem tudjuk és nem értjük, akkor hát kárt okozunk a betegnek. Remélem, ugye a szívsebészet most 48 éves, 50 éves lesz, két év múlva meg fogjuk azt remélni ünnepelni úgy, hogy újra megint együtt lesz a mellkassebészettel, én ezt kívánom. És én ott leszek, remélek, hogy mindenki, minél többen ott leszünk azon az ünnepségen. És akkor hát meg szeretném köszönni a professzor asszonynak a kedvességét, és azt, hogy megengedte, hogy én átvehessem ezt a kitüntetést, mert a sebésztársaságnak a nagygyűlésén kellett volna szeptemberben átvenni, de akkor hát az aranydiplomát kaptam Vásárhelyen is. Szerettem volna találkozni az évfolyam társaimmal, úgyhogy hát így és akkor, hát enyhén megerőszakoltam a professzor asszonyt, hogy fogadjon be ezzel a ünnepséggel, és nagyon szépen köszönöm. Na most
köszönetet szeretnék mondani, hogy egy ilyen szép környezetbe, ugye, hát a professzori klub megalakult, és én ez a harmadik rendezvényén részt vegyek, talán egyet elmulasztottam, mert nem voltam itthon, az unokáimat látogattam meg, de én nagyon jól érzem magam, és elismerés, hát Frésős rektornak, ugye én azt hiszem, hogy ő, na most ne ijedjenek meg, én nem vagyok szerelmes Frésős Laciba, sőt, hogy is mondjam csak, de nekem az az érzésem, hogy aki megérdemli a rózsát, akkor rózsát kell adni. Akinek tövist, azt én, majd fakkal kapni ő tövisebb ma még. Úgyhogy, tehát a helyzet az, hogy a nagyon jó, annál jobb húzás a Frésős Lacinak még volt egy jobb húzás, hogy ezt hiszem, hogy a professzorasszony bízta meg eznek a professzori klubnak a vezetésével. Ez még, hát még ő nagy hozzáértéssel, szeretettel, hát női jó ízléssel tudja irányítani ezeket a programokat. Én nagyon jól szórakoztam, és remélem hosszú idő keresztül jöhetnek ide, és a klubnak a tagja is vagyok, és jó, kellemes órákat fogok itt eltölteni. Na most lássuk csak, hogy ezt be tudom indítani, remélem. Még mindig nem. Ja, nem, most már tudom. Igen. Na hát ez a Sauer Group, aki hát német sebész és a modern Merkel sebészet megteremtője. Hát az az érdekes benne, hogy semmit nem, hát szóval egy néhány húszert szerkesztett, és azt még használjuk, de az ő elvét azt nem használjuk, tudni ő neki. Ugye a mellkasnak a megnyitése van a légmellkas, hogy a tüdő összeesik, és akkor, ha mind a két oldal megnyílik, akkor nem tud szuszogni, nem kap oxigént az illető, és akkor ő úgy próbált ezt megoldani, hogy a beteget és az operátorokat, a műtőt végző hát személyzetet egy kamrába vitte be, és a betegnek feje kim volt, és ebbe a kamrába csökkentette a nyomást, és ezzel nem esett össze a tüdő, és tudta elvégezni a műtétet. Na most ez valami olyan, mint a vastüdő, ami az 50-es években a gyermekparalízis hát, kapcsán fejlesztettek ki, de ennél sokkal jobb, és érdekes, hogy Bauer ugyancsak abban a városban egy évvel később már a pozitív nyomású hát lélegeztetést javasolta, de ez valahogy nem tudott elterjedni, és Sauerbruck akadályozta is a fejlődést, az intraterminális narkózist. Ő még megengedte azt, hogy az órára tegyenek és nyomással hát adjanak levegőt, de az intraterminális narkózat akadályozta. Na most ő aztán ugye hadisebész volt, hát ilyen amputációknál és művétek kidolgozásánál volt, hiszen az első világháborúban ilyen aktív hadisebész volt, második világháború meg a Hitlernek volt a fősebésze. Na most hát biztos, hogy megérintette a nemzeti szocialista eszmét, de az eunatáziát nem engedte meg, és tehát őt végén nem történt fel, a legjobb tudomásom szerint nem jártak el ellene. Sajnos ő Kelet-Németországban maradt, illetve hát a Charité Egyetem sebészeti professzora volt Berlinben, és ott is maradt, csak az utolsó éveiben hát, hogy is mondjam, a szelleme megbomlott, és hát kényszer nyugdíjazása ittek 49-ben, amikor már ugye 70 év felett volt, mi olyan műtéteket és beavatkozások végzett, ami hát nem volt ügyezhető. Tehát ő neki volt egy nagy emelkedő periódusa, majd zuhanása, meg minden. Ugye, de hát ő azért a Merkel sebészetnek egy jelentős személyisége volt, és hát én nagyon megtisztelő, hogy az emlékérmet ide megkaptam. Na most hát ezért volt az, hogy a Marosvásár Egyetem, amikor végeztem 1960-ban, édesanyám, húgom és egy természetesen elmaradhatott szőkehőt mellett,
végeztem, és utána álltam 50 év múlva át kellett venni a diplomát, arra nem tettem ki a képet. És Marosvásárhelyről persze utána kikerültünk 3 évre falura, és a közegészségügyel foglalkoztuk. Az nagyon fontos, nem csak a gyógyító orvos, hanem a közegészségügy. De a gyógyító orvossal, hát akkor hogy kérek vissza az Auerbruch egy pillanat, itt van egy idézet, amit én ma találtam meg. Azt mondja, hogy a medicina, ez Auerbruch mondta, hogy a medicina egy természettudomány, de az orvoslás nem természettudomány, hanem az orvoslás a végső, a legszebb és legnagyobb az emberek közti kapcsolatban. Erre kéne ügyeljünk, mert itt egy kicsit kezd meglazulni ez a kapcsolat a HBC pontokkal, a BN kódokkal, a tájszámmal, meg a komputer tomográfokkal, nem is beszélve a nyereséges és veszteséges klinikákról. Úgyhogy ezt azért vissza kéne hozni. Zauerbruch azért orvos volt és érző ember lehetett. Hát akkor Vásárhelyről kikerültünk, és akkor aztán 3 évig a falun, ugye tifusz járványa, de nagyon büszke vagyok, hogy részt vettem a himlő megszüntetésében világszerte, oltással és a gyerekparalízisnek a visszaszorításában. Szinte derékig égő hóba oltuk a szovjet oltóanyagot, és megszűnt, hál' Istennek. És a tifusz járvány az több volt, csak szerencsére megállítottuk, hogy az aranybánya nem állt le, hanem akkor elvittek volna a Duna csatornát egyenlisíteni. Na most hát akkor 64-ben ahhoz, hogy az ember bekerüljön rezidensnek, illetve szakorvos jelöltnek, versenyvizsgával kellett tehát elfoglalni a helyet, és aztán akkor ez megsikerült 64-ben, majd 65-ben eljutottam Bukarestbe. Ez Körpini Sám a magyar vagy a román mellkassebészet hát atya, egy erdélyi román ember, aki jól beszélt magyarul, velem magyarul beszélt nagyon sokszor, és hát ez Crawford, ez a stockholmi szív- és mellkassebész, ez arról híres, hogy ő végezte az első koaktáció műtétet a világon, látogatás 66-ban volt, tehát én nem voltam valahol, hogy beteget el kellett lássak, de és így lettem mellkassebész, ettől az úriembertől tanultam meg a tüdőrezekciónak, ami nehéz, az a TBC-s tüdőrezekció, hiszen ugye tudjuk nagyon jól, főleg a patológusok, hogy a nyirokcsomót, a TBC megtárgyatja a nyirokcsomót, a nyirokcsomó meg ott van az artéria pulmonális mellett, az összenővel, minden is szakadék, a legszakadékabb artéria, a artéria pulmonális, és azt is mondjuk, ugye ez mellkassebészek, hogy el kell tudni szakítani az artéria pulmonáliszt, ez megy elég könnyen, csak azt meg is kell javítani úgy, hogy a beteg túlélje, ez már nehezebb, de akkor lesz az ember hát, jó mellkassebész. Tehát ezt tanultuk, és őtől le, mert a jelen pillanatban ugye a daganatos betegség a leggyakrabban, ez az jóval könnyebben lehet operálni. Lássuk, menjünk tovább. Hát itt van, elkerültem Nagybányára, oda kaptam helyet. Ez a Nagybányán végeztük az első műtétet, illetve hát Körpini Sám jött, mint vendégoperatőr, és végeztük el egy műtétet egy fiatal lánynál, tuberkulózis miatt, kavernás tuberkulózis. A hölgy még most is él Nagybányán, és jól van. És akkor csak itt szeretnék mondani, hogy ugye hát itt mind ilyen tüdőgyógyászok vannak, mellkassebész, ez a két bukaresti úriember, Körpini Sám professzor is a segédje, illetve hát Ince Dénes még fiatal, meg én itt vagyok a fehér hajjal, vagy íze fekete hajjal, fehér köpege, és látják, hogy mennyire praktikus ez, ugye, hogy a kezünket jobban tudtuk tisztítani, nem volt a köpeny koszos, ez nagyon jó volt ez a román. És ugye a legfontosabb a tiszta kéz, ugye a legnagyobb magyar orvos, tudós és legnagyobb ugye a Semmelweis, mert annak a tanítása az, hogy tiszta kézzel kell dolgozni, az még most is fel, sőt fokozódik ennek a jelentősége. Na most hát ugye itt van egy úriember, egy ilyen szemüveges, egy nagyon intelligens úriember, 5-6 nyelven jól beszél, ő volt az igazgató,
és a sebészeti osztálynak a vezetője, de hát ő nem volt sebész, hanem operálgató tüdőgyógyász volt, és akkor egyszer azt mondta Kínjában, hogy ő nem tudja, hogy hogy kell megtanítani engem, mert a sebészetre, és akkor meggondoltam, hogy te jó ég, hát valahogy meg kéne tanulni, mert ő elérte, hogy igazgató lett, és ő nem is operált, hogy minek ne legyen baj, mert a munka bajjal jár, és a bajt kerülni kell, ugye? És a mellkas betegségek, amikor kell operálni, akkor nincs tünete a betegnek, amikor meg már tünete van, akkor már késő, akkor rá lehet fogni, hogy ezt már nem lehet megoperálni, és mehet egyenesen a paphoz, a futósok kerethez. Na, elég azt mondta, hogy ez a úri ember azt mondta nekem, hogy hát erre aztán én beleolvastam újságokba, könyvekbe, és akkor olvastam egy nevet, Viking Björnnek a nevét, hogy a Stockholmban ez igazán ügyes fiú, hát gondoltam, elmegyek oda, és akkor elmentem oda, és úgy kerültem oda. Azelőtt hát voltam egy kicsit tanulni kézimunkát, általános sebészetet, és akkor kerültem Vikinghez, és itt megtanultam a mellkas sebészetet, és az adta a lehetőséget, hogy ugye elkerüljek Debrecenbe, ugye 83-ban, mint a professzor azt, hogy említette, kineveztek a kettőszámú sebészeti klinika igazgató professzorává, verseny helyzetből, tehát pályázat útján, hatón pályáztunk, de hát szívsebészt kerestek ide akkor, hiszen a mellkas sebészet, hát ez össze van filmezve, ugye az anatómiai professzorom Szent Péter Jóska, ugye, Szentpéteri Zsigának hívtuk mindent, a József volt, és azt hiszem, hogy Bornemisza professzor itt, aztán itt meg hát ugye a fiatalság, itt fel lehet ismert. Na és ez volt a tanszékfoglaló előadás, ami hát a mert, vagy a koszorú és sebészetről szólt, hiszen nekem azt mondták, hogy jöjjek le Debrecenbe és operáljak. És ezt elkezdtem is csinálni, és operáltam is, és viszont meg akarom mutatni, hogy én meg a sebészettel foglalkoztam Debrecenben, nem sokat, néhány műtétet csináltam, de azért csináltam egy 500 rezekciót, aminek 0,9%-os mortalitása, az nagyon jó. És ez úgy van, hogy a Stockholmban tanultam meg, akkor kezdtem operálni, mert Romániában nem operáltam egyetlen egy rezekciót sem, mert hát ugye féltettek a betegektől. Hát minden azt hamarabb rám bízták, és akkor eljutottam oda, tehát 0,9% ez Csanyi is tudja, plusz még az, hogy a mediastinumból még 100 műtét. Na most hát előtt sem műtétben kétségtelenül, hogy Stockholmban nagyon sokat csináltam, Linköpingben jóval kevesebbet, Debrecenben csináltam vagy 10-et, abból vagy 4-5 meghalt, tehát ha hozzávágjuk ez a 6-hoz 10, hát akkor egy olyan 10%-os mortalitás, még az is elfogadható, de ne. A büszkeség az, hogy Sanyi megtanulta a mielőcsövet, és nagyon jól csinálják, és gratulálok Sanyi, hogy megtanultátok, és ezt adja. Említetted ezt, hogy kivettük a nyelvcsővet, hogy nem ügyettük meg a mellkast, hát ugye ez egy nagyon jó érvez, olyan volt, mint a prostatektor, mert nem láttuk, csak tapogattunk, és téptük ki a hidet, és ment. De minden elismerésem, hogy nagyon jól csináljuk a mellkast, vagy a nyelvcső műteteket. Hát egyéb mellkast, ez ebben volt mindenféle, itt egy halálozás volt Linköpingben, még meg egy, hát nem volt az operábilis tüdőkarcinoma, de próbáltam mindent, és elszakadt az artéria pulmonálisza, letépődött az egész, a daganattól, tehát elvérzett szegény. Na most, ami a professzor asszonyt érdekli, ugye a persisztáló ductus arteriosus, ugye, ennek, ugye ezen a hét Stockholmban ez felnőtt, vagy gyerekkoriak voltak, tehát ezt meg lehetett csinálni. Ugye ez, ami a Linköpingben volt, ez a koraszülötteknél, akkor kezdtük el, és itt Debrecenben is bevezettük a koraszülöttnél a ductus lekötést, ugye, mert az nagyon érdekes, és az úgy van, hogy ha a koraszülöttnél az oxigén telítettség csökken, akkor kinyílik a ductus arteriosusza. Aztán adnak neki indomecetint, az bezárul, talán javul a szuszogása is, de a romlik megint a izekét. Ez olyan, mint a tüdős halak.
Tüdős halak Dél-Amerikában vannak, és amikor úsznak, és nagy bő víz van, tehát az esős periódusoknál szuszoknak a jól a halak, akkor koporcsunk keresztül lélegeznek. Aztán amikor a pocsolyában már nagyon kevés vagyok, akkor tüdők kezdnek lélegezni, és nekik a duktus kinyílik, meg elzárul, attól függ, hogy milyen funkcionális. Tehát itt. Ez természetesen ez a halálozás nem a technika, hanem hogy a tüdeje nagyon tönkre már a betegeknek, és nagyon jól csinálják most az én munkatársaim, Szerafin tanár úr, illetve Galajda doktor, nagyon jól csinálják ezeket a műtéteket, és megtanulták. Na lássuk csak itt, hova menjünk. Na most hát ugye a szívműtét, őket természetesen csináltam Magyarországban és Svédországban, én csak egyet akarok mondani, ezt nézzék meg, kombinált műtétek. Mert a koszorúért billentyű műtétnél egyformák az eredmények itt vagy ott, nincs különbség, a különbség itt van, ugye itt 5,4 a halálozás, itt meg pont duplát. Nem voltam, nem lettem én hülyén, mert lejöttem ide, hanem nem. Ez a magyar egészségügyi ellátás, kevesebb növér van az intenzív növéren, az osztályon, és ez a járó az, hogy az intenzív osztálynak az ellátottsága nagyon nehéz eseteknél mutatkozik meg a különbség, és ezt ugye ugyan az egyéb műtéteknél is van egy kis különbség, az is, mert itt is ilyen nehéz akut műtéteknél van. Tehát az intenzív terápia sajnos nem adnak elég pénzt, nem adnak elég növért, nem adnak elég hát lehetőséget, aztán ugye hát na, akkor lássunk, lépjünk tovább. Na most hát itt a Debreceni Egyetem, ez az a régi klinika, tehát az építkezés előtt, ez az új klinika, ez a felépített szívsebészeti klinika. Most itt legyen háromszor, négyszer, szinte négyszeres nyitott szívműtétet csináltunk három műtőben. Tehát az, hogy a fejlesztés az megérte, és nem, hogy is mondjam, csak nem lineárisan növekedett, hanem jobb kihasználással, hát parabolikusan emelkedett a műtétek száma. Azt kell tudni, hogy mielőtt idejöttem, on 300 műtétet, vagy 350 műtétet végeztek Debrecenbe. Azóta természetesen ez már 30 ezer felett van, és azt hiszem, hogy Tamás, elértetek a 30 ezer műtétet összesen, igaz? Igen. Na, tehát ez így megy előre minden. Úgyhogy akkor... Na hát itt van egy szép kép, egy szép emléket. 14-en vagyunk, egy hölgy és 13 musketáros. Ez én, hát ki őrizze a kislány. Kislány, ez a legügyesebb. Anesztezist orvosnő volt, de aztán már félhez ment egy nagyon szép fiatal emberhez, és nagyon szeretik egymást, és négy gyereket, a legjobb tudomásom szerint négy gyerek született, és egyik gyönyörű emléke volt azzal, az első két fiúcskája az egymás után jött, de volt különbség legalább 9 hónap köztük. És eljött meglátogatni bennünket, valami papírt kellett, és a gyerekek megéheztek, elővette mind a két emlőjét, a két gyereket, rátette az emlőre, a két buksi gyerek, és itt nem csináltam fényképet, hanem bemutattam, na fantasztikus. Na most hát ez a szép része, a szomorú része az, hogy a 13 úriemberből 11 az szívsebész, és jelen pillanatban csak 2 dolgozik a szívsebészeten. És ez történt most akkor, ugye itt van a rózsáról beszéltem, most csak a tövésről. 2006-ban nem lett volna szabad az akkori egyetem megező, hogy lecsapjon egy vércse és szétrepült a társaság. Ez olyan volt, hogy amikor a vércse lecsap a tyúk udvar, és akkor a tyúkok szétrepülnek, a csirkék elszaladnak. Vagy amikor a farkas ugye, torta mellett fenn a hegyekbe beszarkod a juhok közé, és akkor a juhok szerte szétszaladnak, és nem lehet összeterelni. Ugye? És akkor az kényszerült a Szerafin tanár utódom, hogy ugye Zalaegerszegről toborozzon itt, amikor 17 kinevelt üzé van, ugye ebből a 11-ből 6 külföldön dolgozik. Szóval ez nem tudom megérteni. És ezt
hogy is mondjam, csak a tüskét, akinek kéne adni, ugye, nem megfelelő átgondolással megengedték ezt, hogy megcsinálják. Hát akkor lett a végén Vásárhelyen egy díszdoktori, a Marosvásárhelyi Orvos Egyetem rektora, ezt megkaptam, hát ez büszkeséggel tölt el, és hát köszönet a szülőknek, a testvéreknek, hogy segítettek, hát jön a Rózsa is, és a nejemnek is, hogy segített, és elviseli a velem való együttélést, és a helyzet az, hogy ki akarom javítani a professzor asszony, hogy hát aktív vagyok, de nem operálok, ha a késviszketegség, tollviszketegsége alakult át, és írogatta. Na most a mellkassebészethez még csak annyit, hogy hozzáfűzök, hogy a mellkassebészet, ugye Debrecenben Schnitzer professzor nevéhez ér, de a sebészet, a nagy sebészet és a minden ágá, kivéve a fülorgégészet és a szülészetet, a Hüt professzor nevéhez fűződik, hiszen ő mellkassebészetet csinál, traumatológot, ortopédiát, fülorgégészetet és idegsebészetet is. És az idegsebészettel kapcsolatosan akkor bezárom a mondani valómat. A édesapám, aki itt tanult a Hüt professzortól a sebészetet, ő nagyjából mindent tudott, engem operált törésekkel, nejét, koleciszztával, stb. Az egész családot végigoperálta. Elég az hozzá, hogy a 44-ben a Tordai csatánál ott volt, és hozták a sok sebesültet, és operált minden, és többször azt mondta, hogy ez a hülye Körne Imre, vagy Körne István, tehát ő volt az idegsebész Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Pécsen, hogy elmenekült, pedig megtanulhatott volna operálni. És én mindig csodálkoztam meg mindenit, hogy mondta. Tudnék, édesapám 35-ben elkerült, 36-ban kezdődött, amiután Sánta professzor visszatolt Amerikába, elindult a idegsebészet, ugye a sebészeti klinikán végezték a műtéteket együtt Sánta Kálmán is. És ő ezt mondta, ő ezt nem tanulta meg az idegsebészet, és neki hiányzott 44-ben a Tordai csata betegeinek állátása. És akkor én utána érdeklődtem, és valaki azt mondta, kétségtelenül környei nagy tudós volt és nagyon értett a ideg a patológiához, de ő nem szeretett operálni. Na most, aki egy sebész nem szeret operálni, ugye 71 éves korában én sem szerettem, pedig még megy a biciklizés, de nem, inkább írogatok. Tehát valahogy ott volt, és azért volt az, hogy ő sose operált. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, elnézést, hogy annyit dumáltam, de hát a férfiaknak a legszebb zene a saját hangjuk. Igen? Nagyon szépen köszönjük, és hadd csatlakozzam a már előbb elhangzottakhoz, és valamennyi nevében, persze és a magam nevében szeretettel gratulálok a kitüntetéshez, kedves professzor úr, kedves Árpád. Köszönöm szépen. És hát feltétlenül gratulálunk nem csak a kitüntetéshez, hanem a emögötti teljesítményhez, ahhoz a 25 éves szolgálathoz, amit itt Debrecenben eltöltünk, és kívánok nagyon jó egészséget, és valóban aktív, tudom, hogy szereti átadni a gondolatait írásban, úgyhogy ehhez kívánunk sok erőt és egészséget a következő évekhez. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kedves vendégeink, most a következőkben egy baráti beszélgetésre kerül sor Kertenő Pál professzor úrral, a jelenlévők közül és az általános orvoska sok orvosának, a kedves Pali bácsiával, aki 1974-ben került Debrecenbe Budapestről, a Közegészségpani és Járványügyi Intézetnek az igazgatójaként, csak nem 20 évig igazgatta ezt az intézetet, és közben két tankönyvet írt, Közegészségtan és Megelőző Orvostan címmel. Majd 91 és 95 között nagyon lelkesen bekapcsolódott az országos programokba, hiszen
a tiszti orvosi törvény megalkotásában vett részt. Ő volt a Magyar Köztársaság első tiszti orvosa, és ennek következtében volt lehetősége a tiszti orvosi hálózat megszervezésére. A nevéhez fűződik igen jelentős mértékben a népegészségügyi program létrehozása, megszervezése is. De életéről és a pályájáról ő fog szólni, hiszen pályám emlékezete a mai beszélgetésnek a címe. Én magam csak két olyan emléket vagy élményt szeretnék most megemlíteni, ami az elmúlt évek eseményeiből maradandó nyomot hagyott bennem. Az egyik, Kertei professzor úr tanította a fiaimat. Az idősebbik fiam tudományos diákkari hallgatóként dolgozott az intézetben. És abban az időben a Kertei professzor úr minden héten összegyűjtötte az intézetében dolgozó hallgatókat egy teja mellett, irodalomról, művészetről, festészetről, orvosetikáról, tudományról beszélgettek. Az én fiam, aki nem nagyon osztogatja a dicséreteket, ezekről a délutánokról mindig lelkesen és professzor úrról áradozva jött haza. A professzor és a diákjai. Ezek a teja délutánok egy életre szóló élményt és útravalót jelentettek a gyerekek számára. Nekünk pedig azt hiszem, hogy egy kicsit példát nyújtanak az igazi professzori feladatról és professzori viselkedésről. Hát ehhez persze egy olyan fantasztikus intelligenciára van szükség, amivel ő rendelkezik. A másik élményem az a professzor úr 70. születésnapjának ünnepségével kapcsolatos. A DAB-ban köszöntöttük a születésnapján, ahol a professzor úr beszámolta az intézetének a munkájáról, az elmúlt korábbi évek eredményeiről, természetesen nagyon visszafogottan, őszintén és szabadon. Amikor ezt az előadást a Rák professzor úr megköszönte, azt mondta, kedves professzor úr, én mindig úgy csodálom, hogy a Kertei professzor úr olyan szépen tud spontán beszélni és elmondani nekünk a gondolatait. Akkor professzor úr visszalépkedett az emelvényre, és azt mondta, hogy tetszene tudni, hölgyeim és uraim, amikor én ilyen szépen, spontán beszélek, legalább egy hétig készülök. Ez Kertei professzor úr. Vele fogunk most beszélgetni, nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk, és a végén föltehetjük a kérdéseinket, bizonyára örömmel fog nekünk válaszolni. Kedves Pali bácsi, professzor úr, szeretném megköszönni professzornőnek a meghívást, és komoly zavarba vagyok, de megpróbálom ezt a lámparázat valahogy leküzdeni, és visszarepülni a 1945-ös évre, amikor a romos Budapesten elindultam júliusban, hogy beiratkozzam az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára. Eszem ágában se volt, hogy higiénikus legyek. És hogy az lettem, nem kis mértékben köszönhettem három professzoromnak, és majd azoknak, akiről még röviden szeretném beszélni. Az első professzorom Mansfeld Géza volt, aki lenyűgözött. Nem tudom, talán sokan tetszettek róla hallani, életútja kevéssé ismert, hiszen már nem igen foglalkoznak vele, pedig a magyar élettan nagy büszkesége volt ő. Eredetileg Pozsonyban volt gyógyszertan és kórtan professzor, és három tanársegéde volt, a kettő a kori házaspár, későbbi Nobel-díjasok, harmadik Szentgyörgyi Albert, ugyancsak késői Nobel-díjas. Alig kezdtek azonban neki az oktatásnak, jöttek a csehek, ők menekülni kényszerültek, és így került Mansfeld Géza Pécsre, ahol ugyancsak gyógyszertant és kórtant adott elő.
nagy hírű ember, sokat foglalkozik a légzőközpontokkal és általában a légzéssel, sokat foglalkozik a pajzsmiriggyel. Három új hormont vélt azokból előállítani, és az intézetét sokan keresték fel külföldről, többek között német orvosok is. 1944-ben feleségével, két lányával együtt deportálták Auschwitzba, és amikor el kellett vonulni a menetnek a Mengele-féle csoport előtt, akkor hirtelen Mengele mellől egy német orvos őrnagy kilépett, megismerte, az egyik volt vendégkutatója volt, és így szólt hozzá: professzor Mansfeld, kommen Sie hier bitte? Ő oda ment, de a feleség tovább ment, mint később kiderült, a kamra felé. A két lány túlélte, de nem jöttek már vissza Magyarországra. És akkor Mansfeld Gézát elvitték egy Auschwitztól 2 kilométerre levő SS Institut für Gesundheitswesenbe, ahol a laboratóriumot vezette, és ezért kapott bőven enni. Ilyen módon viszonylag jól átvészelte az ottani szörnyűségeket, majd hazajött Pécsre, az üres házba, és utána Budapestre fölhelyezték. Az Élettani Intézetbe jött, és szerencsém volt, mert másodéves koromban az ő előadásait hallhattuk. Tessék elképzelni, hogy abban az évfolyamban annyian hallgattuk Mansfeld Géza előadását, hogy egy mozit kellett kivélelni, hogy abban elférhessünk, mert mindenki hallani akarta. A légzésről, a munkaillettanról, a vitaminokról, a hormonokról, különösen a pajzsmirigyről és a hasnyálmirigyről, ezt nem lehetett elfelejteni, és akkor elhatároztam, hogy fiziológus leszek. Elentkeztem is az akkori diákkörbe, csak az nem olyan volt, mint most. Az akkori diákkörbe el kellett végezni egy éves tanfolyamot. Az első fél évben a kémiai analitikát, a második fél évben az állatkísérleteket. Amikor ezt elvégeztük, Mansfeld Géza behívott magához, máig is emlékszem a témát, amit adott, és azt mondta: most el kell utazni a Svájcba gyógykezelésre, várjon meg, ha visszajön, megmutatja a kutyaműtétet, hogy kell csinálni, addig is olvassa bele abba, ami témát ő adott. De nem jött vissza. 2 év után meghalt kint Svájcban, és az egész intézet a legnagyobb káoszba merült. 3. éves koromban egy újabb nagy professzorral kerültem szembe, akiről szintén talán keveset tetszettek hallani. Faragó Ferencnek hívták, és oltóanyag kutatással, oltóanyag ellenőrzéssel foglalkozott az okiban, legmagasabb fokon. Úgy is hívták, ő volt az oltó pápa. Amikor Kolozsvár visszatért, kinevezték oda közegészségtan professzornak, majd 3 év után visszajött, és a Veste az akkor szerveződött, akkor még úgy hívták, Bakteriológia és Immunitástani Intézetnek lett a professzora. Nem könnyű a bakteriológiát előadni, néha főképp a rendszertani része nagyon unalmas, ő azonban csodálatosan adta elő. Leült egy székre, mert nagyon fájt a háta, egy forgó széken forgott ide-oda, és közben mondta az immunológiát, az akkori bakteriofág kutatást, csodálatos volt, és akkor én úgy megirogtam. Ne legyek inkább bakteriológus, de jó lenne fiziológusnak is lenni, bakteriológusnak is. Azonban megint egy tragikus véget ért valaki egy professzori pálya. Az történt, hogy Faragó Ferenc a saját intézetében előállított diftéria és szamárköhögés ellen, illetve tetanusz elleni oltóanyagot. Az altiszt berúgott, és elfelejtette kisterilizálni a
tetanus spórát tartalmazó autoklávot, és az a spórák bekerültek az oltóanyagba. 12 csecsemő halt meg, és ekkor kiszállt az államvédelmi hatóság, hogy tulajdonképpen mi történt. Nem tudtuk, hogy mi történt, csak pletykából tudom, hogy Faragó borzasztóan megijedt, és tengeri malacokba beoltotta a inkriminált oltóanyagot, a malacok 48 órán belül elpusztultak, és amikor visszatértek a vizsgáló bizottság tagjai, megmutatott egészséges tengeri malacokat nekik. Pánik reakció volt. Sokat gondolkoztam utána, hogy én vajon mit tettem volna ilyen esetben, nem lehet elítélni. Tényleg pánik reakció. Beviszik az Andrássy út 60-ba, ahol néhány nap alatt, varratás után a nadrág szíjára felakasztotta magát. Ilyen módon menekülve, gondolom egész életén keresztül visszajövő lelkismeret foglalástól. Ez volt az én nagy második professzorom. A harmadik professzor Dabis László, akit talán szintén keveset tetszettek hallani. Dabis László akárcsak a mi endes pongrácunk törvénytelen gyerek, az édesanyja Dabis Júlia, egyszerű háztartási alkalmazott, aki minden pénzét fiára költötte, nem hiába, kiváló tanuló, majd a Pesti Közegészségtani Intézetben immunológiát csinál, egész fiatalon kiküldik az Egyesült Államokba, ott tanul, és visszajövetele után egész fiatalon kinevezik a Székesfővárosi Közegészségtani és Bakteriológiai Intézet igazgatójává. Hát addigra, 5. évre már megcsapant az évfolyam, és a közegészségtan akkor sem volt egy népszerű tárgy. A évfolyam 600 hallgatójából talán 10-15-en hallgattuk Dabis előadásait, megint lenyűgöző, és sose felejtem el egyik előadásán a következő mondatát. Tanulják meg, hogy a közegészségtan, eltekintve a társadalom egészségtantól, tulajdonképpen egy kísérleti tantárgy, amely két lábával az élettanon és a bakteriológián nyugszik. Na hát ez, akkor itt van az én tárgyom, a közegészségtan, gondoltam. És miután abban az időben az Országos Közegészségügyi Intézetben felsőéves diákok számára hirdettek pénzzel jutalmazott állást, csak hogy csalogassák a diákokat, én is jelentkeztem. Nagyon szívesen fogadtak, és beosztottak a táplálkozás tudományi osztályra, annak is egyik laboratóriumába, ahol a magyarországi golyva kutatás folyt, föl kellett mérni a golyva és különösképpen a kretinizmus elterjedtségét Magyarországon, gyógy meghatározásokat, forma meghatározásokat végezni, illetve előkészíteni a jót profilaxist. Nagyon jól éreztem itt magam, igazán. Azonban az történt, hogy abban az időben, készítőnél 951-ben, az ember nem oda ment, ahova szeretett volna, hanem ahova a bizottság őt küldött. Most kérem szépen, a bizottság vezetője éppen Faragó Ferenc volt, akkor még a nagy botrány előtt állott, és azt mondották nekem, hogy az indexem alapján inkább egy egyetemi intézetre bemenjek, lássak többet, ne csak a bolyvát, aztán akkor, amikor már tájékozottam a közegészségtan területén, akkor oda visszamehetek. Ilyen módon a Kórélettani Intézetbe kerültem, amelyet akkor két év óta Sós József professzor vezette. Érdekes véletlen.
Sós József alapította azt a táplálkozás kutatót, amelyik az Okiba, ahova kerülte, és Sós József volt az adjútusa Mansfeld Gézának. A kör valahogy bezárult. Nagyon kedvesen fogadott, és neki volt egy eszméje, a kísérletes közegészségtan, és engem is úgy éreztem, hogy afelé próbál terelni, és fő témának akkor a pajzsmirigyet adta, a pajzsmirigyet. Sós Józsefnek még két dolgot köszönhetek. Az egyik az, hogy a 950-es években nagy nyomás volt az egyetemeken. Állandó politizálás folyt. Éjjel-nappal szeminárium, szabad népkörök és a többi. Ő nem engedett be politikát az intézetbe. Együtt voltunk a legkülönbözőbb felfogású emberek, de nagyon szerettük egymást. Rengeteg hetsz volt, ugrattuk egymást ott az intézetbe, és vagy olyan csodálatos családi kör és hangulat fejlődött ki, amelyre még ma is ennyi év távlatából boldogan emlékezem vissza. Volt még egy, amit Sós Józsefnek köszönhetek, előadásokat, tantermi előadásokat osztott ki a fiataloknak. Aztán később leült ki, leült a tábla mögé, és ott hallgatta. Aztán én egyre több előadást kaptam tőle, közben persze gyakorlatokat is kellett tartani, és nagyon-nagyon megszerettem az oktatást, mint olyat. Közben elérkezett 1956. Beválasztottak a Pesti Egyetem Forradalmi Bizottságába, azonban nem sokat tudtam ott tenni, egyszerűen azért nem, mert a mi intézetünk pont a Korvin közel szemben volt, és a Kiliának tanyával szemben. Mi messze laktunk, és oda bejárni egyszerűen gyáva voltam a nagy lövöldözés közepette, úgyhogy csak novemberben jelentkeztem ismét, de a Forradalmi Bizottság tagjait sorba felelősségre vonták. És akkor én úgy gondoltam, hogy elmegyek, és az Országos Közegészségtani Intézetbe hívtak oda, Bakás Tibor lett a főigazgató, és ott dolgoztunk. Egy nagyon kedves társaságban. Én azt kértem Bakás Tibortól, nevezzük át Kórilett arra, hogy később kísérletes higiéne osztályra, és ott dolgozgattam, és nagyon érdekes ember volt ez a Bakás Tibor. Ő volt a prototípusa az igazi kommunistának. Illegális párta volt a Horthy korszakban. Elment Spanyolországba háborúzni a Rajkkal együtt. Aztán a háború után mindjárt kinevezték Budapest tiszti főorvosának, és amikor jött a Rajk-per, akkor egyszerre csak Kóreába találta magát az ottani kórház orvosaként, így megúszta tulajdonképpen a Rajk-per. Majd 56-ban, nem tudom mit tett, hogy tett, kétségtelen azonban az, hogy 56 után azonnal kinevezték az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatójának. Meg kell mondja, sokat tett a magyar közegészségtanér, és a két helyettese két közismerte jobboldali ember volt, ő ebben nem törődött. Annyira nem törődött, hogy néhányunkat felkért arra, hogy a Viszenkói genetikai őrület ellenébe tartsunk előadást a klasszikus Mendel-Morgani genetikáról. Nos, kérem szépen, itt töltöttem a 14 évemet, nagyon kedves munkatársakkal, külön szeretném megemlíteni a kiváló jódanalitikus Emenet Lászlónét, Tuzson Lászlónét, szintén kiváló kémiai analitikus. Ott kezdte pályafutását mellettem Czeisler Endre, ott volt Földvári Péter, később a MÁV kórháznak a laborfőorvosa, és minden jól ment, szépen ment, amikor kineveztek főosztályvezetőre. Hát az ember akkor még fiatal, hiú, fizetés is több, elvállaltam, és ilyen módon beletanultam
az alám tartozó osztályok életében a víz, a levegő, a talaj, a gyerek és ifjúság egészségügy mindén hozzám tartozott, és egyszer csak azt vettem észre, hogy erősen gyakorlati emberré kezdtem válni. El kellett mennem a tiszai árvízhez, és föltették a kérdést, ki kell-e üríteni Szolnok városát, vagy nem, hiszen a Tisza vize szennyezett azokkal a peszticid anyagokkal, amelyeket a Tisza Románia felől hozott hozzánk, és a többi. Szép is volt, jó is volt, de két dolog nagyon hiányzott. Sokat kellett adminisztrálnom, nagyon sokat, alig kerültem már be a laboratóriumba. A másik nagy bajom meg az volt, hogy az oktatás hiányzott. Én úgy megszerettem sorsnál ezt az oktatást, hogy ez itt valahogy nagyon-nagyon hiányzott. 1973-ot írtunk, és egy ősszel telefonon felhívott valaki, nem értettem jól a nevét, találkozót kért tőlem, elmentem, kedves, fiatalos arcú, hófehér hajú férfi mutatkozott be, Szabó Gábornak hívják, a Debreceni Egyetem rektora, és miután Múlik József professzor fiatalon tragikus körülmények között meghalt, megkért arra, adjam be a pályázatot a tanszékre. Nem ígéri, mondotta ő, mert vannak más jelentkezők is, vagy lehetnek, de ő mindenképpen támogatni fog. Nagy családi tanácskozás kezdődött, ősi budapestiek vagyunk. Vajon mi vár ránk Debrecenben? Végül is úgy döntött a család, hogy én jöjjek előre, aztán majd meglátom, mi van. A pályázatot sikerült elnyerni, és így kerültem Debrecenbe. Meg kell mondjam, ahogy a Sós intézetben éreztem magam, úgy éreztem magam Debrecenben is. Ez a város nagyon szeretettel fogadott, vagy mondhatnám befogadott. Kedves barátok vártak itt rám, és gyakorlatilag hát a család is leköltözött, és akkor már nem volt semmi baj. Egy új témába kezdtem. Itt nevezetesen a kémiai rákkeltő foglalkozást, és új fiatalok jöttek az intézetbe. Tetszenek őket már ismerni a Debreceni Orvos Egyetemről, Bolyán Ferenc, Ember István, Rádi Péter, nagyon kedves társaság, és én igyekeztem azt a hangulatot teremteni, hogy sikerült-e vagy nem, azt nem tudom, amelyet én tanultam Sós Józseftől, hogy kívül lekeszteni minden politikát, és bent egy nagyon jó hangulatú társaságot dolgozni. Én kell mondjam, nagyon sikeres dolgozatok voltak, sikeres tanulmányok, a tanítványok is pár év múlva kirepültek, és jó helyre kerültek, és én itt Debrecenben tényleg megtaláltam a Mennyországot, és ezt nem azért mondom, mert sok debreceni van itt, de mindig így éreztem, és mindenkinek, akivel csak találkoztam, el is mondtam. Később az intézetbe jött egy társprofesszor, Kövér professzor úr, én azt hiszem, nagyon szerettük egymást, az is csak a jó érzetemet ott fokozta. Na, kérem szépen, akkor történt, és most jön egy szégyenem, ezt el kell önöknek mondani, hogy én, aki ott a laboratórium világába és az egyetemi oktatás világába csöppentem, kaptam egy feladatot. Ez körülbelül 1992-3-4 körül lehetett, vagy még előbb, mégpedig az, hogy az akadémián alakult egy bizottság. A bizottság azt tűzte ki célul, hogy hogy is áll Magyarország egészségügyi helyzete. A bizottság elnökévé megválasztották Eckhardt professzort, és a bizottságnak olyan tagjai voltak, mint Szent Ágotai professzor, vagy a kormánytagok között egy páron,
és rám bízták ennek a tanulmánynak az összeállítását, és miközben a tanulmányt írtam, kezdtem szégyenkezni. Jól éreztem magam, bevonultam a laboratórium világába, és közben szörnyű állapotok vannak Magyarországon. A halálozásban, az idő előtti halálozásban főképpen, a lakosság egészségi állapotában. És akkor készítettem egy 60 oldalas tanulmányt, 4 oldalas rövid kivonattal, amit ez a bizottság elfogadott, és ennek a tanulmánynak volt egy olyan pontja, hogy az akkori közegészségügyi járványügyi szerkezetet át kellene valamilyen módon alakítani. És aztán csak hamar jött az új éra, és az egyetemen akadtunk egy páran, Székely professzor szeretném első helyen említeni, aki úgy éreztük, hogy valami új szellem kellene az egyetemre, és akkor egy tanácskozásra hívtak, amelyet az akkor újonnan kinevezett miniszter Súrján László tartott. Ő elmondta az elképzeléseit, és amikor mentünk kifelé, oda szólt nekem, hogy szeretne velem beszélni, keressen föl holnap a minisztériumot. Nem tudtam, mit akar, fölmentem, és akkor azt mondotta, hogy kinevezze miniszteri biztossá, mert szeretné fölérezteni a két világháború közötti, de valljuk meg őszintén, akkor már 250 éves tiszti orvosi rendszert a régi formájában. Hát ez nagy megtiszteltetés volt, jött egy kis társaság, régi kölyábos szakemberekből, akik sokkal többet tudtak, mint én, sok tanácsot is adtak, és csak hamar kidolgoztuk a tiszti orvosi törvényt. Eredetileg az volt a neve, közegészség, állami közegészségügyi és tiszti orvosi szolgálat törvény. Hát izgatottan készültünk a parlamenti vitára. Azt már láttuk, hogy vannak pártok, amelyek ezt nem szívesen veszik, vannak pártok, amelyek ezt támogatják. És amikor végre elkészítettük a végleges szöveget, akkor a parlamenti egészségügyi bizottság akkori elnöke, Kis Gyulának hívták, azóta már nincs közöttünk, a következőt mondta, nem tetszik nekem ez a közegészségügy szó. A közegészségügyről ti mindig azt szoktátok mondani, hogy a környezet hatása az embernek. De ez a tiszti orvosi törvény többre szól. Ebben benne van az egészségügyi szervezés, ebben benne van a társadalom egészségügy. Nem lehetne valami más nevet adni. És akkor nekem eszembe jutott, hogy 1917-ben összejött a közegészségügyi bizottság, és elhatározták, hogy népegészségügyi bizottsággá alakulna. És akkor én azt mondtam, nem lehetne-e akkor állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálatnak nevezni, és valóban így fogadta el azután a parlament, majd pedig kineveztek tiszti főorvosnak, amelyik nagyon vegyes érzéssel emlékezem rá vissza. Rengeteg bajom volt, rengeteg adminisztráció volt, sok új ember kellett kinevezni, akiket nem ismertem, de ugyanakkor lelkesített a dolog. Mentem megyéről megyére, városról városra, és láttam azt a sok lelkes embert, akikben mind egy valami, mozgott, nevezetesen a magyar közegészségügy megújítása, és az, hogy ez a közegészségügy valahogy közelítse, vagy érje utól a nagy nyugati mintákat. 4 év után kormányváltozás jött, rám már akkor nem tartottak igényt, és visszatértem Debrecenbe. És nagy örömőre szolgált, hogy az utódom,
aki ugyancsak szívügyének tartja az egész magyar közegészségügyet, és szintén magasabb színvonalon is folytatja az ottani kutatási munkát, jó kezekben volt, én pedig hát először társprofesszorként, majd emeritusként folytattam itt a munkámat, és tessenek elhinni, még máig is örömmel, így túl a 84-en az oktatás, fogorvosok, gyógyszerészek és a tudományos kutatás területén is. Hát most itt vagyok Önök előtt, öregen, visszanézve mind az elméletre, mind a gyakorlatra, és úgy érzem, hogy talán még több jót is kaptam az élettől, mint amennyi járt nekem, olyan megelégedettem. De ne higgyék, hogy ebben szeretném befejezni, hanem egy keserűséggel. Abban a keserűséggel, hogy közben, ami tiszti orvosi rendszer összeomlott. Igen, összeomlott, ahogy tetszenek hallani, és néha az az érzésem, ne tessenek terjeszteni, és csak Önöknek mondom, hogy a Fidesz és az MSZP egyetlen egy kérdésbe se tudnak megegyezni, de abba igen, hogy hogy lehet tönkretenni a tisztiorvosi rendszert. Most pedig, mint tetszenek tudni, a tisztiorvosi rendszernek a végső effektor szerve az gyakorlatilag egy kormány végrehajtó szervet, a központi szerveit állandóan átszabják, új feladatokat adnak, igazi régi feladatokat, mint a táplálkozás, élelmezés, egészségügy nagy részét elvették, a munkaegészségügy, amire mindig büszkék voltunk, mert mi szüntettük meg a szilikózist, mi szüntettük meg a higany ólomérgezéseket, mi szüntettük meg a léfenét, szóval minden klasszikus foglalkozási betegséget teljesen elvették a kezünkből, és fogalmunk se, hogy mi a jövő. Hát a megelégedettségem az elvégzett munka mellett ez a jövőtől való félelem a másik keserűsége. Ezt akartam Önökkel megosztani, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelemmel végighallgatták. Nem könnyű megszólalni, nagyon tényleg megindító professzor úr beszéde. Én is hát azon százak meg ezrek közé tartozom, aki a professzor úr egyik tanítványa volt. Köszönöm szépen. És tulajdonképpen egy kommentár szeretnénk tenni, vagy kettő, és egy kérdést feltenni. Az egyik szeretném újra megköszönni, professzor úr, ha megengedi, de ha nem, akkor is el fogom mondani, legalább 2-3 alkalommal a Intercity büfékocsijába engem meghívott, és ezen Debrecen-Budapest közti utakon már ez a mai előadásnak az előszeleit meghallgathattam, és hogy mennyire színes egyéniség professzor, gyakorlatilag ismétlődés nem nagyon volt, mert hasonló témákról volt szó, de nem ebben a kontextusban, és hát rendkívül jó hangulatban tett. Az egyik ilyen végén, amikor elárultam, hogy én a 2-es belklinikára megyek Pesten, de nem vagyok teljesen biztos, hogy megyek a 2-es belklinika, Kertai professzor addig erősködött, mondhatnám erőszakos, hogy elkísért a 2-es belklinika bejáratáig, nem fogja emlékezni rá, de így volt. És amikor meggyőződött, hogy én a jó helyre megyek be, akkor csak ment a saját dolga után. Én tulajdonképpen egy professzorónak egy korábbi beszélgetésből, emlékezetes mondatáról szeretnék újra kérdezni,
nevezetesen emlékszem egyszer, amikor szó került a tudományos kutatásról, akkor említette professzor úr, hogy hát talán az a különbség, vagy az egyik különbség az biztos, hogy az, hogy régen talán a Sós Intézet, talán egy olyan fél évszázaddal ugye vissza, a új jelenségek felismerése volt igazából, ami óriási örömet okozott, és jelenleg ugye ez egy picit talán megváltozni látszik afelé, hogy leginkább az öröm, amikor elfogadhatjuk ezt másokkal, és egyfajta peer review-n átesett közleményé válik az, amit mi felismertünk. Én nagyon örülnék, ha erről a tulajdonképpen dilemmáról, ami azért nem könnyű, talán néhány gondolatnak elmondaná, hiszen mégis valamelyes eredményesség orientáltnak kell lenni a kutatásnak, de valóban én is úgy érzem, hogy talán elveszni látszik bizonyos mértékig az a fajta szépsége, ami az a kevéssé, hát eredményorientált társadalmakban 40-50-60 évvel ezelőtt. Köszönöm a kérdést, János, és mielőtt felelnék, nehogy a végén elfelejtsem, hogy nagyon sok sikert kívánjuk az új épülethez, amely előre most tudnak látszik az én szememben, de biztos megtelik élettel és munkával. Valóban így van. Abban az időben, amikor én még Cruyff bacillus vadászokját olvastam, vagy a régiekről, akkor a új felfedezések öröme, amelyben benne volt, hogy hasznára is váljék az emberiségnek, volt az az erő, amelyik irányított. Gondolj csak rá, hogy Mendelt az izgatta, hogy mik az öröklés törvényei, és az már nem izgatta őt, hogy egy eldugott kis morva folyóiratba közli le, amelynek talán az impact faktora 0,0 lenne ma, és az rengette meg az egész világot. Vagy gondolj Röntgenre, arra az 100 dolgozatra, amelyik nélkül ma már semmi nincs. Se diagnosztika, se ionizáló sugárzásról való tudás. Tehát tényleg ők a kíváncsiság és a hasznosíthatóság együttes öröméért dolgoztak. Hát az én időmben viszont úgy volt a dolog, és tessék engem is megérteni, hogyha elkészült valami dolgozat vagy cikk, a legnagyobb nehézség volt egy nyugati folyóiratba elhelyezni. Nem a cikk volt rossz, engedélyek kellettek ahhoz, hogy ez valahol egy nyugati folyóiratba leközöljük. Tényleg most nem akarnék dicsekedni, de amíg a Okiba voltam, 3 Nature cikk jelent meg, de hónapokig kellett utána járni és engedélyt kérni a minisztériumba, hogy azt kiküldhessük. És azt még hozzá kell tennem, hogy a Nature elfogadta, de azért finoman tudomásunkra adta, hogy hát azért az angolsággal nincs minden rendben, mert hiszen akkor még az ember bebúcsálva. És akkor egyszer csak kitárult a világ, és nyugaton, ahol azért a tudományos élet, és ne tessenek haragudni, hogy ezt mondom, kicsit az egyéni dicsőség és az egyéni érvényesülés útja is, az bejött hozzánk, és néha elég szélsőségessé vált. Valóban elismerem, az impact faktornál nincs jobb. Churchill is elismerte, hogy a demokráciánál nincs jobb. De vajon tényleg impact faktornak dolgozunk? Igen, a PhD-sek azt mondják, hogy annak. És valahogy, amikor rákérdez az ember, hogy ezen felül még nem érdekel? De nagyon érdekes a téma, de tessék mondani, hol lehet ezt leközölni. És bennem ez érződött akkor, amikor beszélgettünk, ez egy friss élmény volt, és ma is se tudom, hogy mit mondjak. Meg kell lenni az impact faktornak, meg kell lenni a közleményeknek,
meg kell lenni a citációknak, csak citációval megint egy kis baj van. Mindig a divatos témáknak van a citációja, az úttörő témák, amelyek váratlanul hatnak, azok hosszú ideig csöndbe maradnak. Hát, ez az élet, ez van. Úgy érzem, hogy az igazi kutatót ma is az láthatatlan a szövevény izgatja, de kétségtelenül engedményt kell tenni az életnek, engedményt kell tenni a mai divatnak, engedményt kell tenni, mert különben nincs pénztámogatás, és ezért valahogy ki kell egyezni ahol a gondolattal, hogy a pusztán ideális érdeklődés és a esetleg majd az emberiségnek hozott haszon mellett számolnunk kell az egyéni érvényesülés lehetőségeivel. Hát ez az én megalkotó válaszom. És ahhoz a törzséghez tartozom az itt ülők között, aki számtalan, kedves és felejthetetlen történetet tud mondani a professzor úrhoz kapcsolatához. Én kettőt említenék, és utána két kérdést tennék fel. Még kezdő kortanászkoromban a legelső cikkeinek egyikét ő bírálta. Azt a bírálatot nem azért tudom, mert névvel jelent meg, a stílus volt. Az egy hosszú bírálat volt. Az egy kedves bírálat volt. A sztárszerű bírálat. Olyat én az életemben nem olvastam. És ehhez kapcsolódik, szintén a közleményekhez kapcsolódik, hogy őt egy nagyon fontos dolgot tanultam és próbáltam átvenni, hogy mind a témámmal foglalkozom, minden hazai irodalmat én mindig próbálok idézni. Ezt én egy nagyon-nagyon fontos tanulságot tartom. Tehát most ugye ez a 2011-es, 2010-es, itt van FAMMED, MAGMED, nem tudom mi. Tehát amennyire lehet, én a témámmal hasonló, pláne régi vagy ahhoz kapcsolódó hazai irodalmat, azt én megpróbálom, és ezt is tőle tanultam. A két kérdés. Olyan szerencsémben volt, hogy pár hónappal ezelőtt egy friss PhD-sának kitűnő munkáját bírálhattam, és láttam azt a környezetünkben hihetetlennek tűnő állatkísérletes kultúrát, amit ő képvisel. Tehát aki ebben nincs benne, az nem tudja ezt elképzelni, az egészen kivételes. De ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy hogy látod, kedves Pali bátyám, az állatkísérletek jövőjét ebben a világban, amikor ugye állatvédők, egyebek vannak. Tehát én tudom ezt ugye, hogy nincs egy orvosi témával foglalkozó ember számára elméletem, de ez a nincs bizonyítók, gyönyörű, mint egy nagyon szép alátámasztása a teóriának, a döntésállat is jelent. A másik pedig az egy sokkal szubjektívebb dolog, hogy az általad magas szinten ismert különböző művészetekből. De melyikből merítettél meg? Sorolni kellene gyorsan a hét szabad művészetet. Melyiket mondanál első három? Első kérdése, az állatkísérletek háttérbe szorultak. Két okból. Először is, mert a molekuláris biológia jött, arat, dönt, és tulajdonképpen nehéz beküldeni ma egy közleményt, hogy meg ne kérdeznék, hogy na is, mi a gén háttere az egésznek. Ugyanakkor nagyon megdrágultak az állatkísérletek, hiszen olyan előírások van részben a tenyésztéssel, részben az állatok környezetének a kialakításával, amit ma nagyon nehéz. Én mindig szégyenkezve írom oda, hogy C-típusú laboratórium,
mert oda kell írni, mert hiszen az igazat kell mondani, és akkor az ember tudja, hogy ez nehéz. De biztos vagyok benne, hogy az állatkísérletek értéke vissza fog jönni. Éveken belül vissza kell, hogy jöjjön, mert rá kell jönni arra, hogy ez a sok molekula mégiscsak valamivé összeállnak, úgy hívjuk, hogy élet. És az állatkísérletek nélkül ez valószínű nem fog menni. És én nagyon-nagyon tisztelem és becsülöm mindazokat, akik máig sem adják fel, akik az állatkísérleteknek megteremtik a meghatározó feltételeit, és végül is abba szeretném bezárni, hogy lehet, hogy nagy múltja volt, lehet, hogy nincs nagy jelene, de szerintem megint nagy jövője lesz. Mert rá fognak jönni, hogy csak molekuláris analízissel az élet értelme nehezebb. Ez a kérdésem. A hét szabad művészet közül én a zenét mondanám, mert sem a retorikában, sem a dialektikában, de főképpen nem a matematikában és a geometriában vagyok jártas, és nem szeretem. De a zenét igen, és ami nincs benne a hét szabad művészet között, a képzőművészet az nagy kedvencem. Melyik vonul a tárhoz? Az impresszióhoz. Tudom, hogy az ma már túl van, de nagyon szeretem. Nekem az ad mindig erőt a maga csöndességében, elvonultságában, olyan jó lenne csöndesnek. Nekem is lenne egy kérdésem, professzor úr. Amikor hallgattam, hogy hogyan is alakult ki a pályája, tulajdonképpen egy elég egy irányba ment az az érdeklődés, a különböző egymásra rokon szakmák választása mellett, arra gondoltam, hogy vajon soha nem volt olyan gondolata, hogy miért is nem lett gyógyító orvos? Vagy volt-e ilyen vágya valaha is? Én sokszor vagyok úgy, fordított szituáció persze, és nem szeretném magamat összehasonlítani a professzorra, de amikor hallok egy nagyon szép elméleti előadást, egy gyönyörű kísérlet is volt, akkor azt mondom, hogy miért nem ezt kellett csinálni? Tehát ezt valahogy fordítva, nem érezte-e valaha is, professzor? Hát, nem bókban mondom, de az 5 éven koromban megtántorodtam, és gyerekorvos akartam lenni. Petényi Gézának köszönhetem az ő előadásainak, az ő emberségének és forró Rönének. Ők tanítottak engem, tetszik tudni, biztos mindenkinél jobban, hogy ők mit jelentettek a magyar gyerekgyógyászatban. És akkor történt egy szörnyű dolog. Mégpedig az, hogy mind a két hónap kötelező 6. éves gyakorlatainkon Petényi klinikán kellett tölteni. És a kórterem, amiben engem beosztottak, és ahogy végre nagy nehezen megtanultam az intravénás beadást, de hikort már nem mertem remélni sose, nos, ebben a kórteremben bekerült egy olyan gyönyörű gyerek, mintha Murillo festette volna. És ennek a gyereknek egy glioblasztóma multiforme volt. Egy hihetetlen okos gyerek, aki ott a előttünk vesztette el mindenét, a fizikai tartását, a szellemét. És utolsó nap, amikor már lejárt a 2 hónapos idő, bemegyek, és az ágy üres volt. És akkor azt mondtam, nem, soha. Hát azt kell mondanom, hogy ezt megértem, csak hát az ember a sok gyógyó gyereket is látja, és a súlyos gyereknél pedig mindig azt foglalja le, hogy mi az a következő lépés, amit még tenni tudok. Aztán sajnos ez a kudarc, ez elér bennünket. Van-e még valakinek kérdése? Ági, légy szíves hozzá már ide, akkor professzorodnak is egy pesgőt, esetleg én is kapok egyet. És azt szeretném javasolni, hogy a tapsod mellett köszöntjük a két professzorodat most egy kis pesgővel. Azt hiszem, hogy majd biztos vagyok benne, amit gondolom, hogy belemegyünk bizonyára mindenki, élvezte ezt a beszélgetést, amiben
Hát sokkal jobban megismertük a Kertai professzor urat, mint ahogy eddig ismertük. Pedig hát eddig is sok mindent hallottunk róla. De azt hiszem, hogy egy ilyen beszélgetés azért arra is jó, hogy az emberben saját magával szemben is megfogalmazzanak bizonyos kérdések, megfogalmazódjon, hogy valami hasonlóság, valami különbség, és egy kicsit magunkat is jobban megismerjük egy ilyen beszélgetés során. Nagyon szépen köszönöm professzor úrnak mindazt, amit elmondott, és sok mindent, nem akarok is most Jánosra versenyezni, de én is kaptam egyszer egy unikumot a Restibe. Budapest felé menet, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kellemes beszélgetéseknek a kísérője. És tetszett, hogy ennek most már lassan vége, alig tudom fölkapaszkodni a egy kis plakettet, én kaptam meg Annika, vagy egy plusz plakettem, és akkor átadnám a professzori klubnak a Debrecenben, így a kedves Vettel. Nagyon szépen köszönjük, hogy fog ennek Nándi örülni. Thank you.